Hétfőn a 426 forintot is elérte az euró árfolyama, ami történelmi mélypontnak számít. Mára valamelyest javult a helyzet, de az elmúlt időszak árfolyam mozgásaiból az látszik, hogy a régió leggyengébb devizájának a forint számít. A stúdióban Németh Dávid. A KNTH Bank vezető elemzője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Segítsen nekem értelmezni valamit, mert én nem értem. Miniszter is mondta, most államtitkár mondta fél órával ezelőtt, hogy az, hogy a magyarok az MVM által a Gazpromnál sikeresen tudtak lobbizni azért, hogy fizetési haladékot kapjunk 3 évre a egyébként mintegy 4 millió eurónyi összeg alól, 4 milliárd eurónyi összeg alól, ez mennyiben fogja befolyásolni azt, hogy a magyar fizetőeszköz elváljon a gáz árától? Segítség! Ugye itt az a probléma, hogy a magyar folyófizetési mérleg nagyon durván elromlott. Már előtte is volt egy pici romló tendencia, ez a túlfogyasztás miatt volt, a túlpörgetett gazdaság miatt, de amikor az energiaszámlák megugrottak, akkor hirtelen nem 2-3 milliárd eurónyi folyófizetési mérlegről beszél, hiányról beszélünk, hanem 10-12-15 milliárdról, és attól függ, hogy mekkora a gázár, meg a villamos energia ára. Ettől függően ez akár a csillagoség is lehet majd, hogy nem. Viszont, hogyha az országnak nagyobb folyófizetési mérleg hiánya, az azt jelenti, hogy valahonnan azt a devizát, ami hiányzik, azt elő kell teremteni, és hát ezt jelen állapotban nem tudjuk máshogy, mint hogy folyamatosan a piacon ott kell lennie a szereplőknek, akiknek euróban kell fizetniük, és vásárolni forintért eurót. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon euró túlkeresletes lett a piac, tehát mindenki azt szeretne venni forint ellenében, és ez sajnos gyengíti a forint árfolyamát. Magyarán akkor nem a gázárral van a baj, hanem a magyar költségvetéssel, csak a gázárra fogjuk. Nem, ez az egész országra vonatkozik. Ugye a költségvetés, az, milyen az állapota, az egy másik dolog, az része a folyófizetési mérlegnek, de emellett benne van az is, hogy a magánszektornak milyen az egyenlege, tehát hogy a háztartásoknak mekkora a megtakarítása, mekkora a fogyasztása, illetve hogy a vállalati szektor is hogyan gazdálkodik éppen, és hát most miután az ország, az alapprobléma az onnan adódik, hogy az országnak az import függősége az energia esetében, az rendkívül nagy. És ezt külföldről kell behoznunk ezt a sok-sok energiát, aminek változik az ára, és hát innentől fogva egyre többet kell érte fizetni, tehát azt lehetne csinálni, hogy jól le kéne csökkenteni az energiafogyasztását az országnak, akkor nagyobb részben tudnánk belföldi termelésből ezt fedezni, és ez a sérülékenység ez jelentősen akkor csökkenne. Akkor most ott tartunk, amiről Siffer András beszélt, az előrelátás hiánya, hogy itt elteltek évek azzal, hogy ezzel nem foglalkoztunk, és ugyanolyan kiszolgáltatottak vagyunk az energiának keletről, és a túlfogyasztásnak a saját otthonainkban is mindenhol. Jó, ezt értem. Akkor most annak kéne történnie, hogy a piacnak ez egy erős üzenet volt, és erősödik a forint. Valamennyit erősödött is, de hát szemmel láthatólag a mai nap már a stagnálásról szólt, 420 körül vagyunk, hát ezt erősnek azért nem nevezném. Hát igen, sajnos nem tartott ki sokáig egyelőre ez a lendület. Itt az a egyik probléma, hogy nagyon ködös, hogy pontosan mi van a szerződésben. Ugye azt is lehet látni, hogy a jelenlegi mondjuk 160-170 eurós gázár esetén ez csak ilyen 1-1,5 milliárd eurónyi megtakarítás jelent az országnak. Ugye nem megtakarítás, hanem halasztott fizetés, de rövid távon ugye ezt nem kell kifizetni. De voltak olyan hírek is, hogy akár ez 2 milliárd euró is lehet. A Bloomberg 4 milliárd euró. Vannak 4 milliárd, de az inkább az, hogyha nőne a gázára, akkor akár 4 milliárd is fölnőhetne. De önmagában, ha már csak 150-160 euró körül marad a gázára, már az is azt jelenti, hogy így is egy 10-12 milliárdos hiánya az országnak van, tehát folyamatosan ott van ez a devizakonverziós igény, csak nem fog elszállni az egekbe. Ugye ez egy ilyen biztosíték, gyakorlatilag egy ilyen ássapka ebből a szempontból a következő 6 hónapra, hogy limitálja azt a mennyiségű devizát, amit most rövid távon meg kell venni az országnak. Kihúzzuk a telet. Hát igen, és ez lehetőséget biztosít az ország számára, hogy valahonnan devizához jusson, és ne a piacon konvertáljon. Ugye ennek az egyik lehetősége például, hogy devizakötvényt bocsájtunk ki, ezzel kicsit növeljük az ország eladósodását devizában, de akkor nem kell a piacon átváltani forintot devizára, ebből tudunk fizetni. Vagy esetleg, ha szerencsénk van, akkor ugye elkezdenek jönni nagyobb mennyiségben is az EU-s források, most kisebb ütemezéssel jönnek. Ha ezek fölpörögnének, az is egy bevételi forrás az államnak, és akkor is azt a devizát föl tudja arra használni, hogy kifizesse belőle a gázszámlákat, kicsit leegyszerűsítve, és inkább forintot pedig a Magyar Nemzeti Banktól. Hogyan lesz a fizetőeszközünk
sokkal erősebb. Lesz-e belátható időn belül, vagy egyáltalán elérheti-e a kormány, vagy az MNB azt, hogy 301 néhány forinttal kezdődjön a magyar forint váltószáma? Reméljük elérhető, ahhoz azért kell egy bizalomjavulás, tehát azért arról sem szabad elfeledkezni, hogy az országgal szemmel romlott a bizalom az elmúlt években. Az miért van? Hát ez részben azért, mert nagy lett a költségvetési hiánya az országnak, volt egy túlpörgetett gazdaság, nagyon magas az infláció, hogyha körbenézünk Európában, akkor most Magyarországon már az előretekintő infláció a jövő évre a legmagasabbak között van. Ugye ez nem, 20%, nem segít. Ugye? A jövő évre átlagosan ilyen 13-14, de más országokban ez már inkább ilyen 6-10% közötti ütemre lassulhat, úgyhogy nálunk ez elég magasnak tekinthető. Emellett ugye továbbra is például az adósság besorolásunk az a gyengébbek között van, hiszen csak BBB mínuszos besorolásunk van, még mondjuk a cseheknek vagy a lengyeleknek sokkal kedvezőbb, akár elit kategóriás besorolásuk is van. Úgyhogy számos olyan, az államadósságunk is magasabb, mint a régiós országokénak, tehát sok olyan eleme van, ami miatt a Magyarországba vetett bizalom most rövid távon megtört, és ennek az egyik eleme az is, hogy az Európai Unióval hosszú évek óta elég sok vitánk van, ami most már érinti a folyosítást. Hát ha összefoglaltam egy mondatban, a kormányzás minősége az, ami a bizalmat rongálta, mert amiket itt most felsorolt, ez mind a kormányzáson múlik, ez alapvetően nem külső tényezőkön. Ezeket ez a magyar kormány döntött el, jelentős, igen, volt egy romló belső tényező, és erre rájött egy romló külső környezet, és az a kettő együtt, ez azt okozta, hogy amikor gyengül a forint, vagy gyengülnek a nemzetközi devizák is, akkor sajnos a forint az rendre alul teljesítő. Ilyenekkel kell együtt elemteni, mint az argentin pezó, vagy a török líra, sajnos ilyen devizákkal gyengülünk együttemben. Hát igen, éppen múltkor néztem, hogy a bosnyák, vagy az albán, vagy a bolgár fizetőeszköz a sokkal jobban teljesít, mint a magyar. Ami hát azok, azért meglepő. Igen, mondjuk azok kötött tárfolyamok, tehát nem ilyen szabadon kereskedett. Ilyen szempontból a lengyel zlotyja az érdemesebb nézni, mert az szintén egy hasonló árfolyam rendszerrel bíró gazdaság. Ott se járunk jól, ha azzal vetjük össze. De ahhoz képest is egy jelentős alul teljesítése van sajnos a forintnak. Bajban van a magyar gazdaság, vagy sem? Kihívásokkal bőven szembe kell nézni. Egyrészt az energiahelyzetet meg kell oldani, egy recesszió felé halad a magyar gazdaság is, valószínűleg az Európa is. Kérdés, hogy mélyebb lesz-e a magyar recesszió, mint az európai, vagy nem, de ebben a környezetben kell helyreállítani a bizalmat. Ez mindig a legnehezebb, mert ilyenkor kell költségvetési kiigazítást csinálni, amikor amúgy sincsen túl sok forrás az országnak, sokkal jobb olyankor, amikor jó megy a szekér. Szóval egy elég nehéz fél év, másfél év elé néz a magyar gazdaság. Németh Dávid, köszönöm szépen, köszönöm sok minden szépen. Megértettem.